Közel egy órás műsorral készültek a pécsi Miroslav Kleza gimnázium diákjai, ők már évek óta visszajáró vendégek a dombovári horvát nemzetiségi önkormányzat karácsonyváró ünnepén. Egy kétnyelvű műsorral készültünk, nagyjából egy óra hossza lesz a műsor, horvát és magyar nyelvű betlehemes játékokkal, szavalatokkal, illetve hát a ránk nagyon jellemző énekkarunk és zenekarunk is részt fog venni a műsorban a karácsonyi és egyéb dallamokkal is. A gyerekek hosszú-hosszú heteken keresztül készülnek minden évben a karácsonyt megelőző dombóvári fellépésre. De szerencsére azt mondhatjuk, hogy ez a karácsony egyébként is egy ilyen mozgalmasabb időszak, mert nem ez az egyedüli hely, ahol felszoktunk lépni, több megkeresésünk is van, illetve hát nyilvánvalóan, hogy az iskolában is tartunk karácsonyi, illetve ma például a Mikulás napi ünnepségünk volt, úgyhogy általában ezek a felkészülések úgy zajlanak, hogy már jóval korábban, nagyjából egy hónappal korábban elkezdünk rá készülni, és folyamatában vannak a próbák, szinte mondhatni, hogy napi szinten nem az egész komplett műsor, hanem részeiben, elemeiben, és akkor van mindig egy olyan hét, amikor a főpróbák zajlanak, amikor együtt összepróbáljuk a különböző részeket, amiből a műsor összeáll, és ezzel akkor többször felszoktunk lépni több helyen. A pécsi horvát gimnáziumban a gyerekek nem csak egyszerűen emelt órszámban tanulják a horvát nyelvet, hanem több tantárgyat is így elsajátítanak. Mi nemzetiségi kétanyelvű iskola vagyunk, ami azt jelenti, hogy a horvát nyelven kívül több tantárgyat is horvát nyelven tanulunk magas órszámban, de vannak olyan települések, ahol csak nyelvoktató iskolákként működnek, tehát a horvát nyelvet úgy tanulják, mint mondjuk egy másik idegen nyelvet, heti 5 óra számban, illetve még hozzájön a horvát nemzetiségi népismeret heti egy órában. Nyilván itt kevesebb lehetőség van arra, hogy jól elsajátítsák a nyelvet, hiszen kevesebb az a tartalom, amire idő jut a 8 év alatt, azonban nálunk sokkal gazdagabb a kínálat etéren is, és természetesen a tanórákon kívül nálunk még az is hatalmas előny, hogy nagyon sok délutáni elfoglaltságok van a gyerekeknek, ahol szintén legyen az például a hagyományokat ápoló énekkarunk, az instrumentális zenének a tanulása a zenekar keretén belül, illetve különböző színjátszók is csoportok vannak. Tehát sok olyan elfoglaltság is, ahol szintén a horvát nyelvet és a kultúrát ismerik meg, illetve gyakorolják. A pécsi horvát gimnáziummal több mint évtizedes kapcsolata van a dombovári horvát önkormányzatnak. Gyakorlatilag, amikor a dombovári horvát önkormányzat megalakult, onnantól kezdve ez aktívan együtt él és működik. Mi is részt veszünk az ő rendezvényeikön, ők pedig hagyományosan a kiemelt rendezvényeinkön mindig itt vannak. Ugye az egyik legfontosabb talán az mindig a városnapjához kapcsolódik, április 1-e vagy a körül, amikor is emlékműsort tartunk és megemlékezés koszorúzást Frányi Rossis Blázs dombovár szülöttjének az emlékművénél a Valsis udvarban. Ők adják a műsort, itt vannak, és segítenek ezeket a megemlékezéseket tartalmasabbá tenni. A másik ilyen esemény, ami itt van, az pedig mindig ez hagyományosan az adventi karácsonyi koncert vagy műsor, amit ugye ők adnak magyar és horvát nyelven. A dombóvári Tolna megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzata. A testület elnöke azt mondja, ezért is különösen fontos számukra, hogy minden lehetséges eszközt megragadjanak ahhoz, hogy ápolják az anyaország kultúráját. Ugyanazt az elismerést kapjuk el a Magyarországi Horvátok Országos Szövetségétől, illetve az Országos Horvát Önkormányzattól is. Hát próbálunk úgy tevékenykedni, hogy értelme legyen, olyan programokat szervezni, amelyek tartalmasak, összefogják azt a kis csapatot, amivel rendelkezünk, illetve azt a szimpatizáns kört, akik már hagyományosan részt vennek a rendezvényeinken, illetve tartjuk azokat az emlékeket, próbáljuk frissen tartani, élőnek tartani azokat a múltbeli horvát gyökereket, amelyekkel Dombovár rendelkezik.
A hagyományos gála esten évek óta rendszeresen részt vesz Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Ő mostani köszöntőjében arról beszélt, öröm látni, hogy a pécsi diákok és a dombovári horvát közösség mindent elkövet annak érdekében, hogy a hagyományaikat életben tartsák. Én azt gondolom, hogy akik évről évre visszajövünk, és látjuk ezeket a gyerekeket, és látjuk azt, hogy milyen örömmel, mosolyogva énekelnek, illetve lépnek fel, még akkor is, hogyha esetleg nem vagyunk sokan, akkor örülünk annak, hogy egyáltalán itt lehetünk ezen az estén. Számomra nagyon szép az, ahogy a magyarországi horvátok az őseiknek a kultúráját, nyelvét megőrzik és továbbadják. A mostani adventi gálán közel 50 diák állt színpadra a műsor során.